Üdvözlöm Önöket, ez itt a Manikűr. Ahogy a legutóbbi találkozásunkkor ígértem, ma ugyancsak egy izgalmas témával jelentkezem. A következő percekben a legújabb trendek egyikével, a száraz manikűrrel foglalkozunk. Bár első hallásra a száraz manikűr furcsának tűnhet, mégis azt kell mondanom, hogy ez egy nagyszerű innováció a kéz- és körömápolás világában. Jánosi Anetta, a Pörnél szakoktatója mesélt nekünk az új technika jellemzőiről, pozitívumairól, illetve ennek fontosabb lépéseiről. Nézzük csak! A gépi manikűr lényege, amit a másképp orosz manikűrnek is nevezünk, hogy 5 különböző fejjel tökéletesen eltávolíthatjuk a felesleges körömbőrt. Nagyon fontos, hogy ezt a technikát megfelelően képzett manikűrösök végezzék, mivel a fejek helytelen használata sérüléseket okozhat a körömben. Ennél a technikánál a géllakkot a bőr alá kenhetjük, így a manikűr hosszabb ideig tartósabb marad, illetve a különböző alapok használatával a természetes körmöt is erősíthetjük. A körmeink tartósága akár 2 héttel is meghosszabbodhat, ha a megfelelő szakember a megfelelő kellékekkel tisztítja le a körömlemezre tapadt bőrt. Már a manikűr, ne feledjék, ismétlés szerdán 7:30 10 perccel. Következő műsorunkat 2 hét múlva vasárnap 1 óra 25 perckor az üzenetszeretettel előtt láthatják. Addig is legyenek jók, a viszontlátásra!